három dolog miatt is nagyon fontos volt a mérkőzés számomra. Az egy csapat miatt, hogy a kiesés miatt ez, sajnos ezt kell mondani, egy kiesési rangadó volt, és ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, egy 6 pontos meccs. Fegyelmezett játék volt, kapott gól nélkül, lehoztuk a mérkőzést, ami egy óriási pozitívum, és végig fegyelmezett volt a csapat, betartották a taktikát, két nagyon szép gólt rúgtunk. A másik dolog az volt, hogy szerettem volna győztes meccsebben mutatkozni itt a Zalaegerszegnek a kispadján, és hála Isten ez sikerült. A harmadik az a saját egyéni, a kislányom a 10 éves, és ezt a győzelmet ezt neki ajánlanám, és boldog születésnapot Robertám. It's very simple for us to go as equal, because better chance within score, that score. Nagyon egyszerű, az első fél idő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapatnak voltak helyzetei, de sajnos az öte szerzett ezekből vezetést, mi nem tudtunk gólt rúgni. Második fél időben próbáltunk még magasabb fokozaton játszani és többet támadni, de sajnos az ellenfél kapujáig, illetve nagy helyzetekig nem tudtunk eljutni, míg az öte kontrajátéka inkább érvényesülni tudott. Nagyobb önbizalom kell a kapu előtt, mert hogyha nem rúgjuk be a helyzeteinket, akkor vereség lesz a meccs vége. Of course, in this situation we lose our confidence and we don't play like we must play. A második gól az egy ilyen begyakorolt szögletfigura volt? Igen. Igazából tegnap gyakoroltuk ezt először, és egyszer gyakoroltuk, megmondom őszintén. Tegnap nem volt belőle gól, de a figurát sikerült megcsinálnunk. Ma góllá érett, és azt gondolom, hogy a helyzetek alapján, ami volt a mérkőzésen, mert több helyzetünk volt, megérdemeltük ezt a gólt a végén, és így azért megnyugtatóbb volt, mert behozták a magas embereiket, írelgették fel a labdát, végig benne volt azért a veszély, és megvolt a koncentráció az utolsó másodpercig, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és gratulálok a csapatnak.